Szóljál már neki, jó? Én már hiába szólok. Akkor a nagy paraszt vagy, te figyelj már! Ilyen medvereg gyilkostó, oda mennyi a kamionnak. Azt se tudod, miről beszélsz. De én tudom. Nem érzkodnak. Üdvözöld a közönséget inkább. Azt mondják, koncék, hogy... Üdvözlöd a közönséget? Az a kamion, ami... Mi? Üdvözöld a közönséget. Mutatkozzál be. Mi az a közönség? Hát a rajongói táborod. Don't worry, be happy. Az, be happy. Don't worry, be happy. De oda hamuzzál nyugodtan. Négy sarka. Simán. Hát Gyurcsán. Hát láttad már te ezt a gázerosi palasztot? Levire beszélsz? Hát van még kettő vagy három. Meg kinyi? Te hunlak. Kis csápa. Hát egy gázerosnak a... Ilyen mit tudom? A szélén, mert ott se tűrnek meg. Ott a szélén, ott se, hát így van. Amúgy gyújtsd már meg a cigit, úgy nem volna hát. Meghalt a cselső, nem bírja a kiszállat. Na, vidd a hívest a... Azt se tudod, miről beszélsz. Az anyja, mintha neki kéne menni szívni, körülbelül anyja. Más fel sem veszik, ez nem van. Aztán van, miért a bátyám veletek is hülye vagy mi? Hála Istennek nincs ennyit a kocsmában, ez a probléma. Neki már itt vannak a nyakkal is. Fontos. Na, vidalébi, szeretjük már. Bicikli, de mi újság van? Majd mindjárt megnézem, aztán ráhúzom az egész fejedre. Hallottam, van rajta sportülés. Na, azért mondom, te kis nyomi. Egy cső meg a nadrágodon is van egy lyuk, azt akkor az az ülés. Úgy van. Miért nem tudsz, hogy beszállni az ülés? Meghalt a cselszínűen. Akár kérdem, hogy mit készít Leventének, hogy gombát. Csipetke. Leventének. Ne dumálj, te ronda. Nem ennek a jó. Énekelj. Ennek szerintem a lóisten forszása kell. Hát a szegedi domot is szerintem leköpni. Ez hülye. De utána van még pofóban. Zubi is már egy párszor lebaszott neki, de nem ér semmi. Zigikém, jön a jobb egyenes. Jobb horog, szevasz. Aztán majd bámulsz. Kapsz egy lángost. Nem kérdeztelek parancs. Kapsz egy lángost mindjárt. Mondom, nem kérdeztelek parancs. Kamerába nézi. Mondom, nem kérdeztelek parancs. Kamerába nézi nekem. Mondom. Gázorosan tényleg van egy ilyen egytornyú szar. Igen? Mert itt hány tornya van neki? Négy? Színás. Színás. Te. Itt evangélikus. Keresztény. Milyen keresztény? Beszélsz már félre, bazd. Ó, hát te még egy gyűlöset után volna. Milyen vallások vannak, vagy milyen templomok? Soroljad csak. Hány templom van itt? Na soroljad csak, de a kamerában nézzél már lehetőleg. Hát én óvodába is jártam. Te nem, te. Még ki se vettek az aciból, mikor óvodáskorú voltál te. Milyen óvodában?
mert tényleg téged beszéltünk, hogy nálad az volt a baj, hogy... Na mondja csak, hány templom van itt? Sorolja, de... Színáson kettő. Kettő? Nálunk három van, ehhez mit szólsz? Nálad? Igen. Már hol nálatok? Otthon. Gárdorosok? Mit tudsz még felsorolni? Ő a kukorica lopás is ott van? Ott szoktad lopni, mert kint laksz a Jussz élen. Így ad azt a szart ingát. A tiába nem az a baj, hogy hülye vagy, hanem az, hogy öreg. Öreg? Akkor te mi vagy? Ez a Szeged családi püspök, a Kisrigó, ezt megmondaná neked. Nem ezt igazom, hogy én is gondolom. Én az egyes fokozatom. Te ritka hülye vagy, azt elismered gondolom. Ritka hülye, az is. De így ezt a gázoros, akármilyen faszom, hogy van, ezt meg nem is mondaná. Tuti. Szittyózzál egy kicsit. Na, kus, anya. Nem vállalod a nyilvánosságot? Már mit? Kisrigó Jancsi. Mit üzensz a rajongóidnak az interneten? Kisrigó Jancsi üzeni a... az általános iskolátnak, hogy nálunk lesz a legjobb helyen a gyerek. Darius. Most miért fogod a füledet? Miért simogatod a füledet? Nem, a két testvér. Ziggy, mi hány forint a paradicsom kilója? Na, ragd le vagy én. Azt a nagy vigyorgó. Te tényleg ilyen paraszt vagy, vagy én? Hány forint a paradicsom? Van még? Te, szerintem az annyira igaz, hogy te ilyen pak, akármi vagy. Milyen pak? Pak. Azt tudod, mit jelent? Az, amit te vagy. Szerintem a világon senkinek nem kell tőle. Az mi telefonon keresztül érdekel? Ne lőd a haréba, pöcsönjük! Fel aztán kísérjék, mert aztán megyek. Olvastál már fel egy SMS-t a telefonodból. Egy olyat, amit fölvállalsz. Nézd, kojta! De onnan el tud, mert az az ő helye, mert onnan látja. Ziggy, egy SMS-t olvasd már fel, amit a Zolika küldött neked ilyen... MMS-be küldött egy nagy faszt. Azt felmered vállalni? Arról beszéljél. Arról beszéljél egy pár szót így. Mondd, egy pár... Egy pár szót szóljál. Figyelj csak, te kis... Különben csak tényleg ilyen kopasz nagy ló nagy falc van. Ott nem nagyobb, mint te. Mutasd a fogad, úgy. Fogászati szűrés van. Sima. Mondjad, hogy bicikli. Te szereted a... És te? Pörköltet. Hozzá. Hozol? Vigyorogjál már, cheese, mondja cheese. Cheese! Mutasd a fogad. Halad, Júci! Cheese! Na, te kis nagy jószár. Mész fel az internetre a rajongói klubba. Ja. Hol van nekem a számom? www.zigi.hu. Ennyi. Ennyi. Beírod, azt ott vigyorogsz majd. Milyen mécses ez a szar? Jó van, nem baj, hogy nem látsz. Nem bízom. Ez neked mécses? Mécses. Jó van. Vili kutya hogy van?
Kivetted múltkor az emléktőgödörből, aknából. Azt meséld már. Majd én neked elmesélem, hogy te mikor gyűjtsz ki onnan ki. Mert így még lököm is a fejedet. Hello, sziasztok! Hello! Mert beleesett a szarba, és te utána ugrottál. Hát én volt te a szarba, úgy utána beleesett úgy a szarba. Hogy úgy ilyen bújt. Azt utána szaladtál? És utána várom, hogy... csak halljon ki! De különben a nem te lenni, Júci, ha nem te lenni, akkor felálltam volna, és akkor mentem volna a picsával. De különben annyira jó ember volt, meg Peti, kell menni. Ne szentelek egyéb, mert te kisébb halad. Ne vigyorogjál, azt egy fogad, mutasd meg. Na, mert mindjárt nyakon vágnak aztán. Na, okádja. Okádja. De ő legalább egy... Az a lényeg, hogy... Mindegy, az a lényeg, hogy... Hogy mi a lényeg? Vigyorogjál már. Csí? Na vidd arrébb a szarodat. Szent szarod? Igen. Ilyen papok is ott van? Igen. Na jó van. Gyerekek, ti lettek az öregek. Gyerekek, ti lettek az öregek. Most melyik van ott a... Az ki? Te se ismered. Az a röhögés, tükre ugyanaz, mint Petinél. Te most. Nem vagyok, ki rakanak. Lehetett már.